A címe az volt, hogy szakmai bizottságot kell összehívni. Meghívtunk nemes szakembereket, többek közt az országos faápolók elnökét, vagy a műszeres vizsgálatot, aki végezte a Garden Kft. vezetőjét, és ceglédi szakembereket, itt faiskolásokat értünk alatta, a Marosi Faiskolát, a Jaksics Faiskola vezetőjét, a... Pannon Park Forest Kft. szakembereit és a fasorkezelőit, akiknek nagyon nagy gyakorlatuk van a sok városban és a fővárosban végzett fasorkezelésekkel kapcsolatban. Kitemlítsek még az Oázis Fajiskola vezetőjét, a Surányi Dezső professzor urat a Kertészeti Kutatóintézetből, és a tanácskozás nagyon nagy alkalmat adott arra, hogy a fasorról egy rövid értékelő anyagot, amit írásban is megkaptak a jelenlevők, ezt itt szóban is röviden ismertettem. Az ismertetés után mindenkinek a hozzászólása következett, és ezt mind a gazdasági bizottság részéről a takács László képviselő úr is véghallgatta. Akitől azt várnánk elsősorban, hogy ezekhez a munkákhoz pénzügyi forrást is biztosítani kell, tehát itt tolmácsolja ezt a kérést a testület felé. A katasztrófavédelemnek nagyon sokat köszönhetünk, hiszen a katasztrófavédelem volt az, aki most nagyon erőteljesen felhívta a figyelmet arra, hogy igen, ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és nem a katasztrófavédelem miatt, erre ki is kérte ezt maguknak, hanem az emberek miatt, akik ezek alatt a fák alatt sétálnak, és közvetlen élet és baleset veszélybe lehetnek akár. Nos, nagyon sok hozzászólás volt, nagyon értékes hozzászólások, és nagyon sokat tanultunk is egymástól ez alatt az értekezet alatt amit képes kivetítéssel is még élethűbbé tettünk, és a magyarázatok alkalmával akár ott tudták a képen mutatni, hogy milyen elképzeléseik vannak a különböző szakembereknek egy-egy fával vagy a fasorral kapcsolatban. Nem csak a Rákóczi úti fasorról értekeztünk egyébként, hanem az említett testületi anyag, ez kitér az ugyeri eperfákra, a vörösmarti téri fákra, a Szabadság tér tehát a katasztrófavédelem nem csak egy fasorról beszélt akkor, hanem összességében szinte a Ceglédváros területéről, hogy ezeket a helyszíneket jelöljük meg és beszéljünk róla. Milyen álláspontok alakultak ki? Az álláspontok, ha a legvégén összegezzük azt, hogy merre induljunk el, akkor körülbelül négy pontot határozhatunk meg. A legelső az az volt, hogy piros címkét kell, hogy adjunk azoknak az egyedeknek, azoknak a fáknak, amiknek a sorsát mindenképp el kell dönteni, és valószínű ki kell vágni a közvetlen élet és baleset veszély elkerülése véget. Ebbe haladékot nem tűrhet senki, tehát ez a legelső és a legfontosabb szempont. Következő szempontunk az volt, hogy egy ekkora fasort, ha pénzügyi oldalát nézzük a dolognak, nem lehet kezelni egy év alatt, mert bizony közel 400 fa nagyon nagy pénzügyi forrást igényel. Itt talán odáig jutottunk, hogy a Szabadságtér és a Széchenyi út közti szakasz az, ahol a fák állapota már sokkal rosszabb, mint a Széchenyi úttól az állomásig, ahol zöld területben van. Tehát a következő lépésnek meghatározott teendő ennek a belső városrészi fáknak a kezelése, amiben egy, egy szükségszerű ifjítást gondoltunk ki, de ez se egy ütemben, hanem három, három ütemben, tehát szakaszonként fogunk léjebb haladni. Itt úgy kell gondolkozni a belvárosi részen ezeknél a fáknál, hogy emeletes házak közt van, Gyakorlatilag a korona felszorult. Tehát 4-5 méterig csak kopasz vázágak vannak, és amikor a tető fölé kibújnak a, a hajtások, ott él igazán a fa. Viszont alól ott vannak az odvak, a, a törzs, az legyengült állapotban van, és ezt a terhet nem bírja. Tehát itt egy balesetveszélyi forrás alakult ki. Ezt úgy lehet megszüntetni, hogy a korona legfelső szintjén szívóhajtást hagyva, Legy, lekönnyítjük a koronát, tehát több vázágatot levágunk, majd ezt követve, amikor egy-két év alatt ez a korona újból kifakad a törzsből a lentebbi szakaszokon, akkor még léjebb hozzuk a szintet, Tehát így próbálunk könnyíteni, de ugyanakkor arra is törekszünk, hogy a fák megmaradjanak. Nagyon sok szakvélemény hangzott el az odvasodásról. Ugye közismert tény, hogy valaki lát egy odvas fát, az első, ami eszibe jut neki, az az, hogy ezt a fát rögtön ki kell vágni, mert bizony ez már a halálán van. Nem feltétlen. Tehát attól, hogy egy fa odvasodik, ezt a szakemberek úgy is kezelik, hogy csőszerűen is lehet ezt nézni, tehát egy kemény fatipusnál, mint jelen esetben az ostorfa, attól függően, hogy ki van odvasodva, de az élő rész körben ez a csőszerű, kemény héjrész, ennek a vastagsága, az oduhoz képest milyen vastag, ez egyfajta olyan stabilitást is adhat, hogy nem feltétlenül a kivágás mellett kell dönteni.